Szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezzel a szép napon, délutánon, reggel, estén, ugye attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Itthon vagyok, jelenleg egy kicsit késő van. Nem az, hogy késő van, videót elkezdeni van, késő 6 órán ott, képzeld el. Nemrég értünk haza, itt vannak a... Ott. A Lucas, meg a Davison. Davison, nem tudom, láttátok-e, vagy nem? Szervusz. Levágták múltkor a haját. A fodrász vágta le. Szervusz. Halló. Nem. Nem mond hello. Na minden, fodrász levágta haját, és így sikerült. Szerintem egész jól sikerült. Jelenleg, mivel, ez milyen játék, Lucas? Az awesome. Valamilyen régebbi játék. Ez valami régebbi játék. Nem, ez egy újabb. Új játék. De olyan réginek néz ki. Én nem tudom, hogy ez milyen játék. Hogyha ismeritek és gondoljátok, írjátok meg, milyen játék ez. Most ezt töltötted most le, ugye? Ezt töltöttem most le a Lucas a PlayStation Store-ból. De nem ugye, én mostában nem nagyon játszok, de mondom, hogy miért készítem most a videót. Ugyanis ebben a videóban több dologról szeretnék beszélni. A fog gyökérkezelésemről, az áráról, mert tudom, hogy ez sok embert érdekli, meg hogy hogy működik, meg hogy nem. A csatornáról, hogy miért van ma ilyen videó, milyen videók lesznek a jövőben, miért nem lesz olyan videó, mint eddig, mármint ma meglátjátok. Válaszolni egy pár kommenthez, hozzászóláshoz, egy kicsit a jetskiről, meg hasonló dolgokról, úgyhogy gondoltam, hogy készítek egy ilyen videót. Gondoltam, megosztom, hogy a videó elején, ugyanis a mai videóban ugye csak itthon fogok most már lenni valószínű. Lerakom ide addig ezt a kamerát és mutatom. Na. Leraktam a kamerát, mutatom nektek, de lehet egy kicsit sötét van, arrébb megyek. Ide jövök addig. Ide. Elmentem a fogorvoshoz, és már második alkalommal, ugyanis ki kell egy gyökérkezelni először ezt az oldalt. Ugye, hogyha nézitek a Lucas videóját, meg a múltkorit láttátok, mondtam, hogy rettentően fájt a fogom, el kellett menni. El kellett mennem tegnap is, ugyanis a pénteken begyulladt, nem gyulladt be. Így bedurrant ez a fogam is, és ezt is ki kell egy gyökérkezelni. Tudtam, hogy ki kell már gyökérkezelni előre, ugyanis mondták már nekem pár hónapja, mert azt mondták, nyugodtan ki lehet húzni, de az alul, hogyha kihúzzák, fölül nem lesz fogam, alul meg van, a mellette lévő megint hiányzik mind a két oldal, tehát nem fog tudni enni hátul egyáltalán, úgyhogy azt mondják, hogy ki kell gyökérkezelni. Képzeld el, a gyökérkezelés nálunk úgy működik azt, mint Magyarországon, vissza kell menni egy pár alkalommal, ugye, hogy megcsinálják. Én Magyarországon rettentően féltem menni a fogorvoshoz, mert nagyon-nagyon fáj a gyökérkezelés, legalábbis én így tudom. És elmentem, semmit nem éreztem, képzeld el. Adtak ki egy ilyen érzéslenítőt, elérzéslenítették, semmit nem éreztem a gyökérkezelésnél, remélem, hogy nem is fog, ugye ez volt az első alkalom, de az ára, ugyanis egy gyökérkezelésnek az ára $1500. Mindegy, hogy hova mész, melyik fogorvoshoz, $1500 kerül egyetlen, nekem kettőt kell csinálni, amit úgy gondoltam, hogy várni fog a túloldalra, nem tudtam, mert egy ideje most már azt is éreztem, és nagyon így bedurrant, tehát el kellett, nem. Úgyhogy nem lesz olcsó a foghúzásom, ahogy jól számoltam, az olyan, menjen, 300 000 forintba kerül egy gyökér tömés, ugye ez tömés? És rettentő drága az kettő, az 600 000 forint, nagyon drága. Itt van a papír, mutatom nektek, kitakartam a címet, az itt van felül, hogy mennyi az ára, hát ha valaki ugye azt mondja, hogy az lehetetlen, és hol az ára? Itt az ára, nem? Hol az ára? Itt az ára, na, megláttuk az árát. És ennyibe kerül, $1495, ugye le van írva, hogy ez mit tartalmazza. Gondoltam, hogy ezt megosztam veletek, mert ugye mindig szoktam mondani, hogy mi lehet, hogy többet keresünk, de többet is költünk, egy foghúzásra rettentő sokat költünk. Mi foghúzás az nem olyan vészes, mert az csak olyan, ugye $200, ami mennyi, 40 000 forint, azt hiszem, nem? Valami ilyesmi, de a gyökértelés, én nem tudom, hogy az miért ilyen drága, de rettentő drága, $1500. Azt mondták, hogy ha nem akarom kiúzatni, semmi gond, mert $4000-ért egy fogat így bele tudnak nekem rakni, mondtam, gondoltam, hogy ezt megosztom veletek, ugyanis tudom, hogy több embert érdekel több ilyen dolog, és hogyha begyullad a fogad, és ez ki kell, nem basz begyullad, de ki kell gyökérkezelni, sokan, többször meggondolják ugye, hogy mikor mennek el a fogorvoshoz itt nálunk Ausztráliában az emberek. Tudom, hogy Magyarországon olcsó, vagy olcsóbb, lehet, hogy nem olcsó, de olcsóbb. Utoljára én azt hiszem, hogy ilyen 5 vagy 10 ezer forint volt, mikor én Magyarországon voltam. Az körülbelül ilyen 10, hát majdnem 20 évvel ezelőtt volt, most már biztos, hogy többbe kerül, ha lehet, hogy ugyanaz annyiba. Aztán a mai videó egy ilyen összehasonlítós videó lett volna, amit letöröltem, nem osztok meg a csatornám, a Fordot hasonlítottam volna össze, a Ford autókat az Ausztrál autókkal, azért megcsináltam, megszerkesztettem, és úgy döntöttem ma délután, hogy
nem osztom meg veletek, és a múltkor is sok olyan kommentet kaptam, hogy ez unalmas, ilyet nem osztál meg, inkább legyenek vlogok, unalmas vlogok, mindenféle fajta vlogok, nagyon hasonlítósak. Úgyhogy az, úgy döntöttem, hogy ezek az összehasonlítós videók többet nem lesznek. Amire sok jó kommentet kaptam, arra a 10 dolog, amit az emberi testben találtak. Úgyhogy nem tudom, hogy azt folytassam-e tovább majd a jövőben, vagy ne. Ugyanis ez az összehasonlítós, ahogy láttam, sok embert ugye nem érdekelt. Érdekelt egy pár embert, nem volt olyan nagy a nézettsége se, egyiknek se. Ahogy mondtam, erre az érdekes dologra arra, jól emlékszem, hogy a 30 000 fölött volt a nézettség annak a videónak. Meg is osztották a középsuliba, ami azt hiszem, hogy egy csatorna, írtátok nekem többen, én megnéztem, én láttam, hogy bent voltam. Jó volt, nem tudom, ugyanaz volt. Na milyen, megszerkesztették. Vicces volt. Úgyhogy nem tudom, hogy azt folytassam-e tovább, hogy érdekes dolgokról beszélek el vagy nem. Ha gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg. Aztán ezen kívül maradnak ugye a szombati vlogok, amiket készítek. Marad a Lukasz vlogja a vasárnapi, tehát szerdánként nem tudom, hogy mi legyen. Ilyen unalmasabb vlogok legyenek, mondjuk mind a mai, csak annyi, hogy így előbb elkezdek videózni, mert ma nem kezdtem el, mert még délelőtt úgy gondoltam, hogy megosztam ezt a hasonlítós videót, de most már nem is tudom, mert le is töröltem, biztonság kedvére, hogy ne tudjam megosztani. Hát ha reggel felkelek és mégis megosztom. Na mire? Tehát gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, hogy szerdánként mi legyenek. Legyen-e videó, vagy ne legyen videó, vagy érdekes videó legyen, vagy kinek mi az ötlete. Ugyanis mondtam, hogy unalmas videókat nem akarok készíteni, csak inkább érdekeseket, ugye még amikor elmegyünk valahova. Van kettő videóm, amit előre felvettem már, voltunk a tengerparton, voltunk egy-két helyen. Tehát ezeket lefilmeztem, az érdekesebb videókat, tehát ilyen mindennapos vlogokat nem készítettem egy jó ideje. Ami egy kicsit furcsa, hogy nem beszélek a kamerához majdnem minden nap, vagy majdnem minden másnap, ugye? De több időm volt mindenre, de hiányzott, hogy beszélek a kamerához. Na mindegy, úgyhogy majd írjátok meg ír a videóra. Aztán jetskis vlog, ugye többen mondtátok. Mindenkinek először is meg szeretném gratulálni. Köszönni a gratulációt, ugyanis nagyon sokan jó kommentet mondtatok ugye a jetskihez. Gratuláltatok. Nézd, hogy világít a fejem, látod? Ez azt jelenti, hogy kezdek kapaszodni. Na mindegy, előbb meg a fényből. Tehát nagyon szépen köszönöm. Volt nagyon sok olyan komment, ami nem a legjobbak, de erre számítottam ugye. Ugye nagyon sok irigy ember van, meg mindenféle fajta ember, de a normális emberek mind jó dolgokat kommentáltak, tehát tényleg nagyon köszönöm mindenkinek. Aztán készítettem ugye az angol csatornát, ugye mondtam, hogy azok a jetskis vlogok angolul lesznek. Olyan fogok feltölteni, ezen a csatornán is valószínűleg lesznek jetskis vlogok, de nem tudom, hogy ugyanazok-e vagy nem, mert nem szeretném olyan sok rossz kommentet kapni, ugye, amikor a jetskivel megyek, mindig kapok ugye olyan kommenteket, ami nem bánt, mert most már ugye nem bántak ezek a kommentek, de inkább ilyen rosszabb kommenteket. De hogyha a többség szeretne jetskis videókat látni, akkor csinálom magyarul is, tehát nem csak angolul. Az angol csatornára valószínűleg egy pár videót feltöltök, és azt nem fogom úgy folytatni, mint ezt a csatornát, tehát ott heti egy videó lesz maximum. Kettő, de lehet, hogy egy 10 videót oda készítek, utána ma lesz egy kis kihagyás, nem tudom, majd meglátom. De hogyha tényleg érdekeltétek ez a jetskis videó, akkor erre a csatornára is fel fogom tölteni. Ugyanis megyünk sok helyre, a szigetekre, a Lukasszel, ugye apukámmal, az öcsémmel. Rettentő sok helyre el lehet menni amúgy a vizem, csak nem szeretném, ugye az olyan sok irigy ember jöjjön és elkezdjen irigységgel ugye kommentálni meg mindent, ezért nem tudom, hogy ugye mi legyen velük. De ha már a jetskinél tartunk, szeretnék ugye válaszolni egy kommentre, nem egyre, egy párra tudnák, de egyre szeretnék válaszolni. Ugye kaptam sok olyan kommentet, hogy ti aztán gazdagok vagytok, nagyon gazdagok vagytok. Ugye válaszoltam vissza, a gazdagság aztól függ, hogy mikit, vagy mit nevez ugye gazdagnak. Tehát, hogyha gazdag lennék, akkor nem mennék el minden reggel dolgozni, főleg nem festő lennék, és ugye sokszor 7 napot dolgozok egy héten, hogyha gazdag lennék, akkor itthon lennék, és nem ilyen jetskit vettem volna ugye ezt az olcsóbbik változatot, hanem egy nagyon jó jetskit vettem volna, egy nagyon nagy hajóval, akkor azt mondanám, hogy gazdag vagyok. Hogy lehet, hogy ugye több mindent megengedhetek magamnak, mint egy pár ember Magyarországon, vagy lehet, hogy mint sok ember Magyarországon, az biztos, ez én szerintem, ugye ahogy hallom a kommentekből, amit tudom, hogy Magyarországon ugye mi az átlag, de ilyen ausztrál nézetben nem vagyok gazdag. Az átlaghoz Magyarországhoz képest lehet, hogy gazdag vagyok, vagy úgy tűnik, de én szerintem én nem tartom magamat gazdagnak, csak azért, mert vettünk egy jetskit. Hogyha sokan így látják, akkor nem tudom, az összegünkben lehet, hogy gazdag vagyok, de ez a videókhoz szerintem semmi köze van. Tehát, hogyha élvezed, nézed
a videókat ugye, hogyha élvezed őket, akkor nézed, hogyha nem, akkor ugye nem kell ugye őket nézni, tehát nem azért csinálom, hogy irigy embereket gyűjtsek, meg rossz kommenteket, azért csinálom, hogy szórakoztassak ugye velük embereket, azért menjünk el olyan helyekre, amire sok ember ugye nem tud eljutni. Aztán kaptam egy másik kommentet is, amire megint csak szeretnék válaszolni ugye egy kamerán keresztül is. Valaki azt kommentálta ugye, hogy persze, mert ő is kiment ugye Ausztráliába, ugye kiköltözött, és minden hitelem van neki, tehát a jetski sem az övé, a ház sem az övé, az autó sem az övé, semmi sem az övé, mert minden hitelem van neki, napról napra élnek. Tehát, erre szeretnék gyorsan válaszolni, csak azért, mert ugye albérletben lakunk, mert ez ugye az albérlet, ez nem a mi házunk. Az nem azt jelenti, hogy napról napra élünk. Hogyha napról napra élnék, komolyan mondom, akkor nem mertem volna megvenni egy jetskit, nem mertem volna megvenni dolgokat, ugye. És nem napról napra élünk, hidd el nekem. Pontosan nem tudom az illető nevét, lehet, hogy nem is nézi a videót, nem tudom, hogy ide kommentált. És a jetskit nem hitelre vettem, a jetskit azt megvásároltam. Én nem szeretek hitelre venni dolgokat. Ezt nem nagy képűségből, nem felvágásból mondom, de inkább nem veszem meg, hogyha ugye nem tudom megengedni magamnak, de nem szeretek hitelre venni dolgokat. Az autót hitelre vettem, tehát nem tagadom, én is veszek dolgokat hitelre, az autót hitelre vettem. A jetskit nem hitelre vettem, mert nem akartam. Aztán a tévét, azt hitelre vettem, látod, azt a tévét, amit most vettünk, azért vettem hitelre, mert 2022-ig van időm kifizetni. Nem kell ugye semmit sem külön befizetni, meg kezest keresni, meg semmit, tehát van, ahogy mondtam múltkor, van egy ilyen kártya, odamész, lehúzod, és kamatmentes hitel. Azért arra vettem meg, mert gondoltam, hogy majd szép lassan kifizetem, de valószínűleg előbb ki fogom fizetni, de a tévét azt hitelre vettem. Ezen kívül semmi másunk nincsen hitelen, tehát nem napról napra élünk, lehet, hogy sok ember napról napra él, lehet, hogy sok ember, ugye, aki kiköltözik Magyarországról, nem tudom, más országba, kap egy hitelkártyát, és elkölti minden pénzét, és minden hitelen van neki, és azzal próbál felvágni, hogy nézd, nekünk van autónk, nézd, nekünk van, nem tudom, hajunk, meg jetskink, meg nem tudom, micsodánk. Biztos, hogy van ilyen ember, nem tudom, de én nem szeretek ilyen dolgokat így hitelre vásárolni. Hát a lényeg az, hogy nem napról napra élünk, úgyhogy azt hiszem, hogy erre a kérdésre is válaszoltam. Bár, hogyha úgy is lenne, a videókhoz ugye ennek semmi, de semmi köze nincsen, ugyanis a videókat azért készítem, hogy érdekesek legyenek, és hogy ti, akik nézitek, ki tudjatok ugye kapcsolódni, és elfelejtsétek a gondjaitokat, legalább arra 10 vagy 15 perc, hogy ennél még nézitek ezt a videót, persze, hogyha végignézitek. Aztán, ebből jön a következő, nem ötlet, csak más, amiről szeretnék beszélni. Ez a mai videó, ez ilyen, csak így beszélek a kamerához egyfolytában, most már lassan befejezem, mert látom, hogy túl hosszú lesz. Ugye múltkor volt ötletem, hogy újítani szeretnék megint a csatornám, mindig szeretnék ugye új dolgokat kipróbálni, de nem tudom, hogy angolul csináljam megint, vagy magyarul csináljam, vagy hogy csináljam. Végülis az ötlet az volt, hogy... Na várjál! Csak ki kellett kapcsolni a tévét, ugyanis a Lucas elfelejtette, és a Davis ott kiabálta, Lucas TV! Csak kikapcsoltam. Tehát az érdekes logok mellett szeretnék mást is készíteni, másfajta videókat. Nem tudom, hogy ugye ezt ugye egy új csatornára töltsem fel, vagy erre a csatornára, vagy magyarul, vagy angolul, vagy hogy hogyan. De is ez az ötlet olyan lenne, mint a Valami 5. Biztos, hogy emlékeztek a Valami 5-re, és ilyen ötleteket képzeld el pár héttel ezelőtt, két napon keresztül semmi más nem csináltam, csak ezeken gondolkodtam, hogy milyenféle fajta érdekes videókat tudnák készíteni. Ilyen Valami 5 stílusú videókat. Tehát ilyen 5, maximum 10, még annyi se, ilyen 5-7 perces videók, ami végülis nem sok beszéd, de nem beszéd benne a lényeg, hanem zenére ugye megszerkesztve, valami 5 stílusú fajta videók. Képzeld el, majdnem 50 ötletem volt. Itt van, ide le van írva. Most nem akarom nektek mutatni, de benn van ebbe a füzetbe, egy ilyen hány lap, 2 vagy 3 lap, tele van írva. Ami azt jelenti, hogy majdnem egy éves ötlet, tehát hogy hetente egy videót megosztanék, egy évre volt ötletem. Két nap, 48 órán belül ennyit tudtam kitalálni. Ami érdekes videók, lehet, hogy a jövőben meg fogok velük próbálkozni, lehet, hogy nem. Hogyha gondoljátok, azt is írjátok meg ide a videó le, hogy ahhoz mit szólnátok, és mi a biztos, hogy azt mondjátok ugye, hogy magyarul legyenek, bár szerintem mindegy, hogy magyarul vannak, vagy angolul vannak, mert nem sok beszéd lenne benne. Végülis az elején elmondanám, hogy mi történik, és ennyi, de na minden.
Ha gondoljátok, írjátok meg, hogy mi legyen azzal, hogy szeretnétek-e ilyen valami öt stílusú több videót látni itt ezen a csatornán. Gondoltam egy új csatornára is, hogy újra kezdem az egészet egy másikon, de nem tudom, ugyanis a sokáig tart ugye felállítani, engedélyezni kell a YouTube-nak sok mindent, tehát egy kicsit nehézkes. Tehát, hogyha itt készítenék egy ilyen playlistet, ugye egy külön kategóriába, akkor külön lennének ugye a mindennapos érdekes vlogok, vagy a szombati, meg ugye a Lukeszé, meg ezzel a valami öt stílusú videók is. Na mindegy, azt hiszem, hogy már én kibeszéltem magamat, ugyanis most már egyfolytában beszélek több mint 10 perccel, ezt a mai videót én itt most befejezem. Nagyon sok mindent megosztottam veletek, lesz, hogy ez most jött ki belőlem, hogy nem készítettem ilyen mindennapos vlogokat, mikor csak ugye beszélek a kamerához, és így most majdnem mindent kiadtam magamból, már biztos, hogy sok mindent elfelejtettem, de majd megosztom veletek a jövőbe. Úgyhogy ha gondoljátok, ide a videó, ide videó alá írjátok meg, hogy mit gondoltok az egészről. Ezt a videót én most befejezem, remélem, hogy nem lett olyan túl össze-visszaság. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!